Na, sziasztok mindenki, Marci vagyok. A garázsból, az Etap garázsból. A mai rész, a mai epizód ismét egy ilyen púder nélkül rész lesz. Hát amiben úgy láttam a múltkor, hogy eléggé tetszett nektek a legutóbbi púder nélkül videó is, amiben azt videózom, amit éppen csinálok. Lényegében egy napomat, vagy egy műveletet videózok le, amit éppen legyártok, vagy dolgozok, vagy csinálok. Ez se lesz egy extra, és lesz benne kis lakatolgatás. Meg szeretnék reagálni, meg ilyen, hát ilyen a véleményemet kifejteni lényegében ez az új dolog, amit a Speedzone-os, meg a Speedzone Anfield, meg Szalajisti, meg ez a kis együttműködésnek a szeretném így lereagálni, meg szeretnék elmondani, elmondom benne a videóban a véleményemet róla, hogy mi is róla a véleményem. Úgyhogy hát a mai videó az lényegében ennyi lesz. Ugye puder nélkül videó, meg egy reakció a Speedzone és a Speedzone-osok és Szalajisti, meg a Anfield ilyen kooperáció. Arra szeretnék reagálni, meg véleményemet elmondom így a videóba, úgyhogy neki is látok. Gyártott volt, csak próbáltam, hogy felpuccolom és visszafelhasználom, de már elég, a vakrosda már nagyon benne van, és ez már nem sokat ért volna, tiszta kráteres teljesen a felülete, nem tudtam teljesen felpuccolni, meg az igazság, megnéztem itt a panelt, ez az oldalpanel, a javító rész, ez a küszöb, ez az oldalfal, és nem teljesen idomú hozzá, az az igazság, mert ennek így kell ezt majd mellé mennie, így ennek az idomnak, az oldalfalnak, meg a küszöbnek így kell ezt mellé menni a céloszlophoz, és nem pászol. Ezért levettem ennek a javítónak az ívét, és akkor az alapján legyártom ezt a sarkot. Lehet látni is, hogy ez sokkal jobb, itt már fog szépen idomulni a céloszlopnak a töve, hogyha ez lesz felhasználásra kerül. Úgyhogy legyártam szépen ezt a céloszlopnak a tövét egyes lemezből szépen, mert néztem, hogy itt vastagabbból volt legyártva, az után gyártott, másfelesből, de itt van egy kis gyári rész, és az egyes lemezvastagságú volt, úgyhogy egyes lemezből szépen legyártam. Akkor lemérem itt, hogy milyen a távolság, és akkor szépen annyi, hogy nem egy lemezből lesz legyártva, hanem mivel hogy szűkösek a lehetőségek, így több darabból fogom szépen legyártani, kivágni, összehegeszteni, és akkor úgy kerül majd leköszörülésre és felhegesztésre.
Na ezzel. Ezzel kész is van az alapja. Maga az a rész, ahol felfekszik majd az oldalfal, meg a küszöb, meg a hátsó sárvédőt az oldalfala. És akkor most szépen lehet majd a magára az éllemezre való felfogatását is szépen kiépítem rá, és akkor majd mehet fel a helyére. Nagy jelenleg ott tartok, hogy itt ez a céloszatok a töve, ez már kész van. Így belül is levartam, mert kívül lett levarva, meg lett köszörülve, de gyengének találtam, hogy elköszörültem a hegesztést, és itt lényegében belül is végigvartam. És kész van ez a töve ennek a céloszlopnak, így lesz majd. Még fel lesz majd, lesz neki csinálva egy felfogatás, majd az éllemezre. De ahhoz, hogy ezt először felvarjam, ahhoz először be kell tenni a padlólemezt fixre. Mert ha most be volt rakva a padlólemez, le volt fogatva idéglenesketéssel. Ha úgy bevarrom, akkor viszont nem tudtam volna előkészíteni neki a kereszttartókat a végleges levarráshoz. Úgyhogy mindenféleképpen ki kell, ezt nem tudtam felhegeszteni, csak azután tudom felhegeszteni majd, miután a padlólemez végleges bevarrásra került. Szépen előkészítettem a kereszttartókat, le lettek köszörülve, meg lett primerrel, vagyis le lett RO 55-tel le lett szépen mosva, és primerrel meg lett fújva alapozóval, úgyhogy most szépen jön be fixre ide a padlólemez, és utána tudom majd a céloszlopnak a tövét megcsinálni, be fixre varni azt is, amit legyártottam. Na hát... Amellett, hogy ez egy ilyen puder nélküli videó, hogy éppen mit csinálok ma, hogy azt videózom, amit éppen csinálok, meg azon kívül szeretnék reagálni erre a Speed Zone által kezdeményezett, ez a 24 órás futamra való felkészítés a fiatalokat fogja felkészíteni néztem hétfőn ezt a Speak Zone, szoktam nézni, és abban jelentették be ezt a Speed Zone és a három ismertebb youtuber, Anfield, a Szabó Isti, Unlimited csatornája van a srácnak, hogy ilyen közös kezdeményezésük, hogy a Speed Zone meg ők, hogy így közösen a 24 órás futamra fognak indulni.
erre szeretnék így reagálni, meg mostantól, hogy ha lesznek ilyen videók, hogy éppen hogy mit csinálok, hogy szeretnék majd így az autós közéletről, meg az ilyen autós, ilyen úgymond pletykákról szeretnék ilyen véleményt mondani. Nem szeretnék ilyen rend videós lenni, vagy ilyen vélemény nyilvánító videós, nem szeretnék ilyen reakció videós lenni. Hát csak így az ilyen, ami éppen most ilyen pletykákról fogok majd ilyen véleményt mondani, és most ez lényegében egy olyan dolog, mint a Speed Zone kezdeményezett, így a fiatalokkal, ami ilyen meghatározó téma lényegében az interneten, meg az online térben. És akkor erre szeretnék én is így reagálni, hogy mi a véleményem erről a dologról. Na hát én visszatérve erre, közben, hogy dolgozgatok, közben beszélgetünk, próbálok így ilyen mondani is valamit. Nekem alapjában véve nincsen semmi bajom ezekkel az ilyen YouTube-os összefogásokkal. Szeretem az ilyen YouTube-os összefogásokat, ilyen kooperációkat szeretem, mert én is amellett, hogy YouTube tartalomgyártó vagyok valamilyen szinten, amellett fogyasztó is vagyok, tartalomfogyasztó is, rengeteg csatornára fel vagyok, sok csatornára fel vagyok iratkozva, meg így az autó témák azok érdekel, mivel én is azzal foglalkozom, így az autó témák érdekelnek leginkább, és ez lényegében azért is reagálok erre a dologra, mert ez lényegében úgymond minket így autós tartalomgyártókat is úgy érint, hogy minél többen is ismerjék meg magát ezt a tartalmat, az autós tartalmakat. Fiatalok is, hogy népszerűsíteni a fiatalok körében, meg hogy hát hogy azért na, ne halljon már meg ez a maga ez a úgymond ez a téma, hogy az autós tartalmak. Hogy én is abban vagyok érdekelt, hogy minél többen fogyasszák ezt a tartalmat, az autós tartalmakat. Meg amit az autós tartalmak úgymond képviselnek. Úgy akár legyen egy autóbemutatásról, hogy ahol autókat mutatnak be, használt autókat, vagy új autókat. Mondhatnék itt csatornákat, a Draskovicsot, vagy a Speed Zone, meg akár azon a téren, ahol autókat bütykölgetnek, szerelgetnek, akár amatőr szinten, vagy profi szinten. Erre is lehetne rengeteg csatorna, hát nem olyan rengeteg, mert nem vagyunk olyan sokan, de azért van azért néhány csatorna. Ugyanúgy a versenysporttal kapcsolatos csatornák is, ahol pályaautókat építgetnek, ilyen fiatalok is, vagy idősebb korosztály is. Hát vannak ilyen csatornák. Úgyhogy Én ezt támogatom ezt a dolgot, hogy a fiatalok körében is ezt kitágítani, hogy egyre több fiatalt érdekelje ez a téma, ez az autós téma. Úgyhogy én alapjában véve lényegében az egésznek a lényeg, hogy én támogatom ezt az egészet, én nagyon, nagyon jó ötletnek tartom. Szerintem ez egy szuper kezdeményezés. És ez nem felszopás akar lenni, szó sem arról, most nem arról szól, most fel akarom szopni itt a dolgokat, akár a Speed Zone-t, vagy az Anfield-éket, vagy a srácokat. De ez tényleg egy jó ötlet lényegében. Nem tudom, ki találta ki, hogy most tényleg ez ilyen közös volt, vagy pedig csak egyik oldalról, vagy másik oldalról volt inkább túlnyomó részben erőltetve. Én bízok abban, amit Vályi Pista is elmondott, hogy ez egy közös ötlet volt, meg közösen forrott ki ez a dolog, meg a srácokat is, a fiatalokat is, hogy tényleg hogy beleálltak ebbe a dologba, mert gondolom, nem tudom, hogy mit csinálnak, mivel foglalkoznak, úgy nem, így ismerem őket a gyerekeim által, mert három gyermekem van, ők nézegetik a tartalmaikat, meg követik őket,
Azért mondtam, hogy ez jó, jó ötlet, mert túlnyomó részben fiatalok követik őket. Én úgy nem nagyon ismerem, így hogy mivel foglalkoznak, vagy ezt most tanulnak, vagy ezt főállásba nyomják, ezt a youtuberkedést, nem tudom. De tudom azt is, hogy ez a YouTube tartalomgyártás is egy elég komoly meló. YouTube tartalomgyártás mellett azért nagy kihívás lesz egy ilyet véghez vinni, még ha segítséget is kapnak itt Pistájéktól, meg a Speedzone biztos, hogy támogatni fogja őket. De mit tudom én, rengeteg munkával jár, menni kell ugyebár gyakorolni, vezetni, azért egy ilyen pálya, meg egy az a pálya, ahol a nyírádi pálya, azt úgy ismerem így. Nem sokszor voltam, de úgy ismerem. Azt is gyakorolgatni kell, a vezetési technikát is gyakorolni kell, autó után nézni, csapat után nézni, mert azért elég komoly csapat is szükséges oda. Támogatói csapat úgymond, a szerelők, meg ilyen infrastruktúra, elég nagy szervezői munkát igényel a dolog. Úgyhogy a srácokat is le a kalappal, hogy az ilyen fiatalon, hogy beleállnak egy ilyen dologba. Nem sok mindenki. De hát mondjuk nekik, ha azt veszük ilyen téren, ők mint influencerek, mint véleményformálók lényegében, akiket több százezer fiatal követ lényegében, akik ilyen dolgokba azért bele kell állniuk, azért őszintén megmondva, hogy jó dolog, ha ők így beleállnak, és ezáltal példát mutattak a fiataloknak, hogy nem csak a kis szobájuk létezik, meg a számítógép, meg a monitor, hanem létezik a való világ is, úgymond. Úgyhogy én ezt ilyen téren támogatom. Úgyhogy itt még végigvarom, itt lepontoztam. Lehet itt is végigvarom majd, de megköszörülöm. Itt meg szépen majd végigpontozom majd itt a széloszlopot. Benne van a padlólemez, faszául be lett hegesztve. Na úgyhogy visszatérve, hogy én támogatom ezt az egészet. Nem akarom túltolni most, de ugyebár én itt a keleti parton tevékenykedek, még ha nem lenne ez a távolság, megoldható lenne így logisztikailag, még olyan téren is tudnám támogatni őket, ezt a tevékenységet, hogy még ha arról van szó, még esetleg a nem tudom milyen vasat fognak a srácok találni erre a 24 órás futamra. De Szabó Istinek láttam a videóját, hogy valami hármas golfot nézegettek, de még olyan szinten is, ha nem lenne ez a nagy távolság, ott lennék közelebb, vagy ott lennék én is ott a tűzvonalban, úgymond Pesten vagy Dunántúlon, még segítenék felkészíteni is a vasat a futamra, mit tudom én, csövezés, becsövezni, bódét megerősíteni, karosszériát, futóműbeketéseket megerősíteni, mert azt tudom, hogy annyi. Nincs úgy tapasztalatom még a versenysport terén, de nem is csöveztem már még sok autót, ugye a videót is láttatok, még az Zsigulit csöveztem, de úgy olyan téren van egy kis tapasztalatom a csövezés terén, hogy be tudnám csövezni. Nem éppen egy profi versenysportra való becsövezésről lenne szó, meg azért futóművet és futóműbekötést is azért illő megerősíteni. Még ilyen téren is tudnám őket támogatni, meg segíteni, úgy, mint amit mondott Pista is így a YouTube összefogás keretében. Mert nem tudom, hogy most ezzel hogy megszólította így a YouTube közösséget is. Én csak így gondolom, mint tartalomgyártó, meg aki nézte, hogy lényegében biztos, azt látom, megszólították magát a követő táborát, megszólították a fiatalokat, a srácot, a Canfieldnek, meg Istinek, meg a másik srácnak. De ilyen téren nem lenne. Én szívesen megnéznék egy ilyen YouTube összefogást is ebből, hogy mit tudom én, hogy úgy youtuberek is, akik tudnak úgy se besegítenének ilyen téren. A szerelés terén,
Hát lát, lennének arcok, akiket így szívesen, így az autós tartalomgyártó körökben, akik csinálnak ilyen autós tartalmakat, én szívesen néznék egy ilyen kooperációt, egy nagyobb volumenű kooperációt, amiben több youtuber besegít ebbe a dologba. Csak hát igen, ez a baj, hogy kis hazánk, kis országban vagyunk lényegében, mert nem nagy a távolság, de azért... az a baj, hogy szétszórva vagyunk itt az országból, mindenfele vagyunk. De ez azért szívesen néznék egy ilyen. Én tudnám támogatni, mondom, hogyha közelebb lennének, megoldható lenne a logisztikája, a csövezés, maga a bódé felkészítése, a futóművelkedési pontok megerősítése, ilyesmi, ezekkel meg ezzel az elején is tudnám őket támogatni, a fiatalokat. Magyarán még ilyen szintig is el tudnék, mert el tudnám képzelni. De mondom, annyi logisztikailag, mi majd én itt vagyok a keleti parton, logisztikailag nem nagyon megoldható. Úgyhogy nem hiszem, hogy lesz belőle valami, meg de a Pistáiknak úgyis Pistáik segítik, biztos, hogy van nekik erre emberük, meg csapatuk. Úgyhogy lényegében az egyik dolog, amivel kapcsolatban így ilyen véleményt szerettem volna nyilvánítani. Meg most lényegében a héten ez is volt az olyan dolog ebben az autós tartalomgyártó közösségben, ami úgymond ilyen pletyka alap lényegében. Hát nem pletyka alap, hanem így ilyen nagyobb dolog végül is, amire lehet reflektálni, meg lehet reagálni. A másik dolog, amit szerettem volna így beszélni, vagy mondani így a videóban, az egy ilyen lényegében itt a Szabolcs megyében, itt a keleti parton. Lesz egy ilyen esemény, kerül megrendezésre. Nem kell belelátni semmit, ez nem támogatott tartalom, csak ami olyan dolog, amit ugyebár ez az én csatornám, amit én szeretek, meg ahova én elmegyek majd, esetleg ilyen találkozókra, vagy ilyen rendezvényekre, azt én, ha még ha nem is támogatják, vagy nem is fizetik, vagy ne a promót, vagy nem semmi ilyen hátsó szándék nincs benne, azt természetesen fogom majd a YouTube csatornámon is promózni. Úgyhogy másik dolog, meg ugyebár ez is így a megyével kapcsolatos, ahol élek, Szabolcs megyével, lesz a 12. V8 amerikai autótalálkozó. Nagyon jó dolgokat hallottam, már ez lesz a 12. amit megrendeznek, eddig nem voltam, még egyre sem sikerült elmenni, már többször volt már, hogy terveztem, meg gondolkodtam, hogy megyek, de akkor mi másnak a szekerét toltam, dolgoztam, és akkor hát szinte túlnyomó többségében, amikor elterveztem, hogy elmegyek, mindig dolgoztam aznap, úgyhogy Most úgy döntöttem, hogy mindenféleképpen elmegyek, nem hagyom ki. Úgyhogy ez július 10-én, 11-én lesz megrendezve leveleken, Szabolcs-Szatmár-Belem megyében, itt a Levelekitón, a tó mellett. De link a leírásban, majd a leírásban be fogom linkelni az elérhetőségüket, meg ahol lehet regisztrálni. Esetleg amerikai autóval bárki, ha jön, akkor az úgy tudom ingyenes, de utána kell nézni, már körülbelül olyan 70 autó van már regisztrálva, különböző amerikai vasak. Úgyhogy ez nagyon szuper kis feelinges dolog lesz ez. De nagyon jó, hát úgy így olvastam, jó, ez az idei lesz az egyik legjobb én, ahogy olvastam, meg ahogy így utána nézegettem. Már többször többen is írták Facebookon is, hogy a Facebook oldalamra is, hogy voltak meg, hogy jó, meg szuper, meg feelinges. Úgyhogy most ezt nem szeretném én se kihagyni. Amúgy is én ezt az amerikai életérzést imádom.
a Pistáék is, amikor csinálják a speedzónosok is ezt az amerikai részeket, ezt sose hagyom ki, ez nagyon szuperek, tetszenek. Hát ez az amerikai életérzés ez. És itt a fiúk megpróbálják itt ezekkel a találkozókkal ezt az amerikai életérzést egy kicsit becsempészni ide a kelet kapujába, de Kelet-Magyarországra is, meg itt Európába is. És szerintem egy nagyon szuper kis rendezvény lesz, jó dolgokkal, lesz ilyen street food kajálda is, ilyen szuper kis amerikai feelinges kajálda, ilyen kis amerikai, ilyen, hát az a mozgó büfé lényegében nagyon szuper. Úgyhogy hát szerintem aki gondolja, az jöjjön, én megyek, már meg is vettem a jegyet. Én július, ha gondoljátok, jöhettek, én is ott leszek, én július 11-én megyek, de jöhettek pénteken is, 10-én és 11-én is, én 11-én fogok menni, 10-én nem érek rá, más okokból kifolyólag, de 11-én mindenféleképpen ott leszek, fogok csinálni majd szuper kis faszak is amerikai életérzés videókat, mindent. Úgyhogy ez lett volna, de tényleg ebben semmi, hát ebben nincs semmi promóciós, mi az támogatott tartalom, semmi. Csak úgy gondoltam, hogy én is segítek a fiúknak, a szervezőknek, azt egy kicsit bepromózom a rendezvényt. De már mondom, már eddig is elég sok autó regisztrált már. Mondom, talán valami 70 körül láttam már eddig regisztrálni. A mai napig, ma mi hanyadik, a 24-e van. Már 69-71 autó valahogy így van már regisztrálva, de különböző évjáratoktól. Mindenféle szuper kis vasak, amerikai vasak. Lesznek ilyen játszadozások, driftelések, meg gumiégetés, hát ez a tipikus amerikai dolgok. Úgyhogy szerintem aki gondolja, az jöjjön el. Vagy ha valami amerikai autó, akkor azzal. És velem is találkozhattok, ha gondoljátok. Ott leszek én is. Fogok autogramot osztani. Csináltok fényképeket, majd közös fényképet tudunk. De csak ügyéskednek. Aki jön, az úgyse rám lenne kíváncsi, hanem az autókra, az amerikai vasakra. Csak ez is egy jó dolog itt Szabolcsban. De már régóta mondom, tudok én róluk már régebb óta is, csak mondom, most úgy ráérek, meg mit tudom én. Meg gondoltam, tudod, a YouTube szemmel, mondom, hogy jó kis videóanyag lesz majd, ilyen amerikai életérzést, majd kis becsempészni a... Meg ezt szeretem, ezt a dolgot. Na, úgyhogy gyertek el, ha tudtok, ha gondoljátok. Ez itt egy kicsit már komolyabb lesz, mert itt ez már látszik majd. Úgyhogy most lehet a következő púder nélkül videóba ezzel fogok jönni, ezzel az áoszlopnak a tövével. Na úgyhogy ha gondoljátok, akkor gyertek el a V8 találkozóra, az amerikai autó találkozóra, a V8 falatik rendezi. Itt Szabolcs megyében leveleken, link a leírásban. Úgyhogy a mai videó az ennyi lett volna, ez egy ilyen kis púder nélkül videó volt, hogy épp mit csinálok a műhelyben, mint dolgozom. Ez is semmi extra, csak volt még egy kis reakció videó is. Reagáltam erre a speedzomos kezdeményezésre, amit a fiatalokkal kezdeményeztek, a fiatal youtuberekkel, hogy megmozgassák a fiatalokat. Amit láttátok, ezt is támogatom, ezt a dolgot, ezt a kezdeményezést. Összefogás. Úgyhogy a mai videó az ennyi volna, ha tetszett, akkor lájkolt, ha nem tetszett, diszlájkolt. Sziasztok!